Sziasztok! Ebben a videóban három olyan dolgot hoztam el nektek, amit jó, hogyha tudtok, mielőtt magatokhoz vesztek egy hörcsögöt. Ezeket nem mindig mondják el sok helyen, és szerintem az egyik legfontosabb dolog, hogyha egy kis állatot vesztek magatokhoz, hogy akkor felkészülten és tudatosan álljatok a dologhoz. Viszont a hörcsög az nem egy olyan állat, ami teljesen egyszerű, akármennyire is annak tűnik. Úgyhogy ebben a videóban nézzük, mi az a három dolog, ami fontos, mielőtt magatokhoz vesztek egy kis állatot. Még mielőtt elmondanám ezt a három dolgot, nagyon fontos tudnotok, hogy nem csak ez a három dolog van, rengeteg mindennek utána kell nézni, hogyha szeretnétek egy hörcsögöt. Nekem nagyon sok hörcsögös tartalmam van már fent itt a YouTube-on. Van egy ilyen hörcsögös playlist, ahol megtaláljátok az összeset, és ott igyekszek mindenféle hasznos információt átadni, úgyhogy ha ténylegesen hörcsögtartáson gondolkozol, akkor nézd meg azokat is. Az első, ami fontos szerintem, és én úgy vettem észre, hogy sokan nincsenek tisztában vele, még azok sem, akiknek már megvan a kisállat, hogy a hörcsögök éjszakai állatok, és ők napközben nem aktívak, tehát akkor ők alszanak, és éjszaka kelnek fel, tehát hogyha napközben felkelted őket, akkor azzal nem kifejezetten teszel jót nekik, mert egyrészt idegesek is lehetnek, meg is haraphatnak az véget, mert felkelted őket a legjobb álmukból akár, és egyszerűen csak felborítod a kis életrendjüket. Őnekik az éjszaka az életterük, a természetben is akkor van kevesebb veszély, tehát amikor sötét van, akkor tudnak akár a kis elemózsiájuk után menni, akkor tudnak mászkálni, stb. Úgyhogy ezt nagyon fontos tudni, hogy ők napközben nem lesznek fent, napközben nem igénylik a társaságodat, csak kizárólag este kelnek fel, előfordulhat, hogy napközben is egy pár percre fel kell, kimegy, eszik, iszik, és megy vissza aludni, akkor nem érdemes zargatni, megpiszkálni. A második dolog, ami nagyon fontos, hogy a hörcsögök magányos állatok, kizárólag egyedül tarthatóak, nem tartható azonos nemű hörcsög sem együtt, különböző nemű hörcsög sem, illetve semmilyen hörcsög nem tartható együtt, akár a fajtán belül is, tehát aranyhörcsög nem tartható törpével, vagy fordítva, vagy úgy tudom én, szóval értitek. Az a lényeg, hogy egy terráriumban kizárólag egy hörcsög lakhat. Ha több hörcsögöt szeretnél, mint például nálam, akkor egy csomó terrárium kell, mivel az történik, hogyha egybe rakod a hörcsögöket, hogy egyrészt nagyon területvédő állatok, és lehet, hogy az első időkben teljesen jól kijönnek egymással, viszont bármikor bekattanhat náluk az, hogy ez már pedig az ő helyük, és kinyírhatják egészen egyszerűen egymást, vagy berekedhetnek, amiből súlyos problémák lehetnek, úgyhogy nem szabad együtt tartani őket. Még akkor sem, hogyha látszólag jól el vannak. A harmadik dolog pedig, a hörcsögök nem igénylik a folyamatos babusgatást, ők nem szeretik a folyamatos foglalkozást. Nagyon jól meg kell tanulnod azt, hogy mikor érdemes és hogyan foglalkozz a hörcsöggel, mert őnekik például az, hogy kiveszed őket kézbe, egy negyed óra teljesen elég. Jobb, hogyha csak nézegeted őket, meg így a terráriumon keresztül ismerkedtek, és a ténylegesen együtt töltött idő az maximum egy olyan negyed óra, tényleg negyed óra 20 perc, mert annál tovább általában nem szeretnek kint lenni a hörcsögök, és ez teljesen elég nekik, ők ilyen állatok. Hogyha esetleg olyan állatot szeretnél, akivel több kontaktod lehet, akkor például inkább a tengeri malacot vagy a nyuszit javaslom, ővelük többet lehet foglalkozni, de a hörcsögök azok ilyen kis maguknak valók, ők egyedül szeretnek lenni, és őket inkább csak nézegetni jó szerintem.
Persze ezzel nyilván nem azt akarom mondani, hogy ne foglalkozzál vele és ne vedd ki, mert az meg egy másik véglet, mivel kell, hogy foglalkozzál velük, viszont tudnod kell azt, hogy mennyit. De persze, hogyha már nálad van a kis állat, ez ki fog alakulni, és látni fogod, mindegyik egy saját egyéniség, attól függ, hogy ő mennyire szeret kint lenni, egyáltalán engedi-e, hogy kézbe vedd vagy megfog, mert az sem természetes dolog, hogy meg tudod szeretíteni a hörcsögödet. Vannak olyan hörcsögök, akik egyből kézhez szoknak, vannak olyanok, akiket viszont soha nem fogsz tudni úgy megfogni, hogy azt ők is elviseljék, meg ne harapjanak meg, szóval nem olyan egyszerű állat a hörcsög, mint amilyennek tűnik. Például vannak a kis roboroszki törpehörik, azok a legkisebbek, leggyorsabb törik, majd rakok be róluk képet. Nekem régebben volt olyan hörim is, őt például egyáltalán nem lehetett megfogni, kivenni meg aztán végképp nem, mert egyből elszaladt, elrohant, őt igazából csak nézegetni lehetett, de annyira cuki volt, hogy nézegetni is nagyon jó volt. Szóval, hogyha szeretnél hörcsögöt, akkor mindenféleképpen nézz utána a dolgoknak, és akkor döntsd el, hogy valójában neked való állat-e a hörcsög, és hogy ez a foglalkozási idő, amit ő enged, az neked elegendő-e, mert az is lehet, hogy neked csak ennyi időd van rá, és akkor teljesen megfelelő a hörcsög, viszont hogyha olyan állatot szeretnél, akivel napközben is tudsz foglalkozni, akkor a hörcsög a számodra nem lesz megfelelő. Kis videó ennyi lett volna, köszönöm, ha itt voltál és megnézted. Ha tetszett, akkor lájkold, iratkozz fel, és találkozunk hamarosan. Legyen szép napod, szia!